Az első hematológiai paraneoplázia az a thrombophlebitis migrans. Ezt más néven úgy hívják, hogy Trousseau-szindróma. A Trousseau-szindrómát nem szabad összekeverni a Trousseau-jellel, ami a hipokalcémiának egy patognomikus jele. Ez ugye azt jelenti, hogy hipokalcémiában, hogyha manzsettát felhelyezünk a felkarra, meghaladjuk ugye az artériás nyomást, felfújjuk, akkor a kézfejnek egy ilyen őszfej tartása lesz, ugye hipokalcémia miatt egy görcs figyelhető, meg tulajdonképpen speciális extenzió flexióval együtt járó görcs. Ez a Trousseau jel, a hipokalcémia Trousseau jele, a másik ilyen jel az például a Schwosteck-szindróma, vagy a Schwosteck jel. Na már most a Trousseau-szindróma az malignitáshoz asszociált, ez teljesen más, mint amit az előbb elmondtam. Ez azt jelenti, hogy van egy thrombophlebitis migránsunk, amikor mi ilyet tapasztalunk egy betegnél, ilyen tüneteket tapasztalunk, akkor mindig elsősorban a pankreász karcinóma jusson eszünkbe. Mik a tünetei ennek? Benne van a nevében is, nagyon-nagyon egyszerű ezt megjegyezni, vagy tudni. Thrombophlebitis, tehát kezdjük az elejével, trombó. Az azt jelenti, hogy tapintani fogunk tudni valamit. Ehhez azért tudni kell azt, hogy a thrombophlebitis migrans az egy szuperficiális flebitis, tehát itt a szuperficiális vénákba kell elsősorban ezt keresni, vagy ott fogjuk elsősorban látni. A mély vénák inkább csak másodszorban, ritkábban fordulnak elő azoknak az érintettsége. Tehát szuperficiális lehet tapintani. Tapintható csomók, nodulusok, akár a vénák mentén a vénákban kitöltött ilyen trombusok is tapinthatók. Trombó megvan ez a része. A fleb az ugye nyilván a vénát jelenti, az itis az pedig azt jelenti, hogy valami gyulladás van. A gyulladásnak ugye van négy jele, a funkció léza, kalor, dolor, rubor és tumor. Ugye a tumort azt már akár vehetjük úgy, hogy már le is írtuk. Tehát piros lesz, mégis akkor így írom inkább, hogy gyulladás. A gyulladásnak a jeleit fogjuk tapasztalni. Nem csak helyileg lesz gyulladás, viszont lázzal is lehet számolni, tehát ilyen szempontból is érdemes az itis végződésre gondolni, hogy ez lázat is generálhat akár, nem ritkaság. A vége pedig, hogy migráns, tehát migráló. Ez azt jelenti, hogy egyik nap, kicsit túlzás, tehát hogy egyszer, nem egyik nap, hanem egyszer a mondjuk a bal szafén a magnában van, a másik nap pedig a jobb femorálisban mondjuk, vagy a jobb popliteában, ugye ezek már mély vénákat jelent. De ez a lényege, hogy migrál a thrombophlebitis, a test teljesen különböző pontjain jelenik meg, egyik nap kar, másik nap láb, stb. Tehát lokalizációnak a változása, folyamatos változása. Na, hogy születik a diagnózis? Ugye kézenfekvő duplex ultrahanggal, ez egy jó megoldás, viszont a szuperficiális vénák, amik igazából nem gyanúsak arra, hogy mélyvénás trombózis lenne a háttérben, vagy kockázata lenne a mélyvénás trombózisnak, akár el is lehet tekinteni a duplex ultrahangtól, de az nagyon fontos, hogy ez a fejünkben legyen, hogy alapvetően a duplex az egy jó megoldás, egy jó válasz arra, hogy diagnosztizáljuk. Ugye a szuperficiálisat azt szemmel is lehet diagnosztizálni, a duplex az egy jó megoldás arra, hogy a mély vénás trombózist kizárjuk. Ez a legfontosabb ebben a paraneoplázias szindrómában, hogy a mély vénás trombózist kizárjuk. Ugye a mély vénás trombózis mikor van arra gyanunk, hogyha például a szafénó femorális injunkció közelében van, olyan 5 cm belül van körülbelül ez a trombus, vagy a szafénó popliteális injunkció közelében van, ugye valahol a szuperficiális vénában, az már gyanús lehet mélyvénás trombózis, onnan könnyebben le is tud ugye szakadni, hát vagy maga a poplitelban van, vagy pedig a szafénában van a trombus. Ugye akkor már mindenképpen duplexel kell követni a beteget. Kezelése nagyon egyszerű, nem komplikált esetben, tehát egy egyszerűnek mondott flebitisben, szuperficiális flebitisben, ugye nem szteroid gyulladás csökkentők, egyrészt a gyulladás csökkentése miatt kompresszió,
ezzel védve a vénákat, illetve a megfelelő áramlást fenntart, vagy ne alakuljon ki a pozicionális trombus, ugye, illetve helyi kezelés, lokális heparin például, tehát itt mi nem szisztémás heparinnal gondolkodunk, lokális akár hűtés, stb. Hogyha mélyvénás trombózisra van gyanunk, akkor viszont az LMDH, az alacsony molekulasúlyú, alacsony molekulasúlyú heparin az elkerülhetetlen, ugye ez az 5000 nemzetközi egység 12 óránként, de ezt majd egy külön videóban fogjuk megnézni. Jó, tehát ennyit a thrombophlebitis migránsról megbeszéltük, másik neve Trusso szindróma, malignitáshoz asszociált Trusso szindróma, ami nem ugyanaz, mint a Trusso jel a hipokalcémiában. Trombocitózis és trombocitopéniát, illetve a koagulopátiát azt nagyjából egy kalap alá venném. Beszéljünk meg, hogy mik is okozhatnak trombocitózist, illetve trombocitopéniát, koagulopátiát. Ugye trombocitózist, a péniát azt egy fokkal ugye könnyen elképzelni, ugye mindenféle trombotikus mikroangiopátia vagy HELLP szindrómában, például itt ugye benne is van a nevében, hogy HELLP low platelet, például ezekben lehet észlelni, illetve diszeminált intravaszkuláris koagulopátiában, csontvelői folyamatokban, amikor ki van szorítva a megakarióciták a csontvelőből, tehát ebben lehet gondolkodni. De a trombocitózist azt mi okozza, ez egy fokkal talán érdekesebb ilyen szempontból. Trombocitózist azt ugye okozhat maga a gyulladás is, okozhat malignitás, nyilván most erről van szó, tehát most mi ezt vesszük a malignitást, okozhat vérzés, tehát úgy kell elképzelni, hogy a gyulladás és a trombocitózis az a gyulladásra adott egy ilyen válaszreakció, hogy ott a szervezetnek ez egyfajta válasza. A vérzés az nem annyira egyértelmű, hogy most itt mire válaszol a szervezet. Itt tulajdonképpen a vérvesztés során ugye elvesztődnek a vörös vértestek is, ez egy EPO jelet fog generálni, ugye alacsony lesz a hemoglobin szint, ez EPO jelet fog generálni a mellékvesek érekben ugye elsősorban, magasabb lesz az EPO szint, az EPO pedig tudja, nagyon hasonló, tehát analógia a trombopoetinnek, és ez fogja aktiválni a trombocitózist. Tehát, hogy a vörös vértestet veszítünk, megnő az EPO szintünk, akkor a trombocitákat is sarkalni fogja a termelésre, és nem csak az eritropoézist fogja sarkalni. Jó, ez érdekességként vagy a megjegyzés miatt azért mindenféleképp fontos tudni. Aztán az aszplénia. Az aszplénia is okozhat trombocitózist. Hát itt gondoljunk arra, hogy alapvetően mondjuk a trombocitopéniának egy mielofibrózishoz, vagy egy például mielofibrózishoz asszociált trombocitopéniánál, vagy bármilyen infiltratív betegség miatt létrejött trombocitopéniánál, ugye a splenektómia szóba jön, mint egy lehetőség, hogy megemeljük a trombocita számot, hiszen ott pusztulnak el a trombociták, illetve ott vevődnek ki a vérből. Tehát visszatérve az aszplénia maga az trombocitózist tud okozni. Itt kell gondolni a sarlósejtes vérszegénységre, ami ugye funkcionális aszpléniát okoz, ugye autosplenektómiát így is lehet mondani, illetve poszt-szplenektomizált állapotra. Ugye ezt fejtettem ki most itt az előbb. Jó, tehát ez a differencia diagnózis miatt azért érdekes tudni, hogy nem csak malignitás, de most malignitásról beszélünk első sorban. Jó. Hát ugye itt a mieloproliferatív betegségeket, azokat természetesen lehet emlegetni. Koagulopátia. Például von Willebrand faktornak a szerzett hiánya, valamiféle antitest miatt, például a 8-as faktornak a szerzett hiánya, szintén autó antitest miatt, ugye hemofiliát, illetve koagulopátiát okoz. Jó. A tünetek. Mik a tünetek? Ugye itt alapvetően erre kell fókuszálni, hogy a trombocitopénia, ugye nagyon súlyos trombocitopénia fog vérzést okozni, a trombocitózis pedig ennek az ellenkezői, tehát trombusokat, vérviszkozitás növekedést, akrális fájdalmat, akár akrális gangrénákat tud okozni. Ugye a mieloproliferatív betegséget, amit az előbb említettem, ott például policitémia véra, illetve eszenciális trombocitózis, ebben van egy olyan jelenség, amit úgy hívunk,
hogy eritromelalgia, ez a végtagoknak a fájdalmas ilyen autonóm diszfunkciója ezekben az esetekben, illetve nem csak fájdalma van, hanem kipirulása is. Hát ez például lehet egy ritkább tünet. Ugye a trombózi, tehát az egyértelmű tüneteken kívül, amiket mondtam, akkor mondok egy ritkábbat is. Eritromelalgia. Ez ugye benne is van a nevében, hogy mit jelent. Na de hogy diagnosztizáljuk? Hát nyilván laborértékekkel lehet ezt követni, funkcionális, például a viszkoelasztometriával lehet ezt értékelni, különböző véralvadási paraméterekkel. A diagnózis, ahogy születik meg. Hogyha a hematológiai betegségekről gondolkodunk, akkor a kenet az mindig jusson eszünkbe, és akkor nézzük meg, hogy a keneten mit láthatunk. A keneten például láthatunk, hogyha mondjuk egy posztplenektomizált, vagy egy sarlósejtes vérszegénység autoszplenektomizált betegnek a vérét nézzük, akkor ugye a Howell-Jolly testeket láthatjuk, ezek ugye nukleált vörösvértestek is lehetnek itt, ez sem kizárt, aztán ezen kívül lehet látni még target sejteket, szintén sarlósejtes vérszegénységben, illetve bocsánat, talasszémiákban lehet látni ezt még főképpen a target sejteket, akár sztomatocitákat is lehet látni. Még nagyon fontos a Pelger-Hüet anomália, a pseudo-Pelger-Hüet anomália, ez nagyon fontos. A Pelger-Hüet anomália az egy normális jelenség, ugye itt a neutrofileknek a sejtmagjának a számáról van szó, tehát itt ilyen súlyzó alakú neutrofileket láthatunk a kenetben. Ez egy valamilyen laminin mutáció, nem lényeges igazából, hiszen a pseudo-Pelger-Hüet az mielodiszpláziás szindrómához csatlakozik, innen fel lehet ismerni a mielodiszpláziás szindrómát, ezért pseudo-Pelger-Hüet, mert ezt később fedezték föl, mint a Pelger-Hüetet. Tehát normális emberekben később elfedezték föl, mint a mielodiszpláziásokban. Jó, tehát ezt is lehet látni a kenetben, különböző trombocita alakokat, kóros trombocita alakokat szintén lehet látni a kenetben. És épp ezért az nagyon-nagyon fontos modalitás. Kezelés hogy néz ki? Ugye, mint hematológiai betegség, szteroidban lehet gondolkodni, trombocitopéniában ugye lehet gondolkodni, a szplenektómiában. Alapvetően, hogyha a eszenciális trombocitózisról van például szó, amit ugye JAK2 mutációval lehet igazolni, akkor nyilván a hidroxiúria is egy megoldás. Tehát itt így kell gondolkodni, mindig a megfelelő betegségnek a kezelését. Tehát most nem is tudok egy darab kezelési módszert mondani, mi az összeset. Ne fednék, mindig ki kell deríteni, hogy pontosan mi a koagulopátia mögöttes oka. Marantikus endokarditis. Ez más néven lehet úgy is nevezni, hogy Lippmann-Sachs endokarditis. Ezt ugye még patológiából tanultuk, vagy ilyen verrukózus endokarditis, vagy non-bakteriális trombotikus endokarditis, ez ugyanaz, mindegyik a marantikusnak a szinonimája, szintén pankreász tumorra kell gondolni, hogyha ilyen van. Na de honnan tudjuk, hogy ilyen van az embernek? Lehet például a szívében zörej, vagy hát ráhallgatva pontosabban hallhatunk zörejt a fonendoszkópon keresztül, aztán lehet láz, hogyha lázzal társul, akkor ugye bakteriális endokarditisnak nyilván felveti a lehetőséget, a sokkal gyakoribb is, viszont malignitásnak is felveti a lehetőségét, amennyiben nem találunk ugye baktériumokat a vérben, hemokultúra negatív, illetve hosszantartó láz és egyéb, nyilván egyéb tünetekkel, akár kahexiával, éjszaki izzadással, stb. Ezekkel társul. Illetve a legfontosabb jel, azt hagytam most a végére, az a szisztémás embolizáció. Ugye a marantikus endokarditis az a mitrális billentyűket, illetve főképpen ugye nagy nyomásnak kitett mitrális billentyűket, illetve az aorta billentyűket érinti, és ennek következtében a szisztémás embolizáció, sztrókok, veselégtelenség, hematúria, és egyéb tünetek bármelyikre feltalálhatja, és ez a legveszélyesebb dolog a marantikus
tehát a legveszélyesebb kimenetel a malantípus endokarditisnek. Diagnózis az, hogy születik. Transözofageális echokardiográfia, ez azért sokkal szenzitívebb, tehát mondjuk előre inhattam volna inkább a transztorakális echokardiográfiát. Itt is nagyon hasonló a helyzet, trombózisokról van szó, véralvadás zavarról van szó, NMVH-val kell kezelni. Lehet NMVH-n kívül sebészi módszerrel, tehát műtéttel is kezelni akár, illetve egyéb gyógyszeres terápiák is szóba jöhetnek. Azokról nyilván akkor érdemes beszélni, hogy az ember ezt megállapítja, alapvetően ez egy ritka betegség. Aztán felírtam még néhány olyan hematológiai kórképet, amik még érdekesek lehetnek. Itt a krónikus limfoid leukémiában, ezt sokszor említjük, ugye ez az autoimmun hemolitikus anémiával járhat. Ez a meleg típusú autoimmun hemolitikus anémia, viszont van egy hideg típusú autoimmun hemolitikus anémia, és az pedig a Waldenström makroglobulinémia. Ezeket beszéljük meg egy kicsit részletesebben. Tehát a meleg típusú az azt jelenti, hogy hőmérséklettől független, mindegy, hogy hidegnek ki van-e téve, az ott fogja a vörös vértesteket, az az antitest, rájuk csatlakozik és hemolizálja őket. Most így nagyon egyszerűen szólva, nyilván elviszi a lépbe, és akkor ott a makrofág polimorf nukleáris sejtek fogják ezt véghez vinni, tehát egy extravaszkuláris hemolízisra beszélünk. Na de visszatérve, tehát ez egy meleg típusú hemolízis, IgG-hez csatlakozik, tehát IgG okozza ezt a meleg típusú hemolízist. Aztán a Waldenström makroglobulinémiában, ott ugye a makroglobulin az azt jelenti, hogy az IgM, az ugye tudjuk, hogy nagyobb, mint az IgG, ez egy makroglobulin, ugye itt lehet beszélni, hogyha IgM, tehát monoklonális gammopátiája van az illetőnek, itt több kórképet is fel lehet sorolni a monoklonális gammopátiáknál, akár a mianoma multiplex, akár az M-GUS, ez ugye a meghatározhatatlan etiológiájú, vagy szignifikanciájú gammopátia. Most beszélünk a Waldenströmről, ez egy hideg típusú, itt már van egy M betű, ezt nagyon könnyű megjegyezni, a 3M-es szabálya. A másik M az a malignitás, ami a hideg típusú antitesteket illeti. A harmadik az pedig a mikoplazma pneumóniae, ami szintén ilyen hideg típusú, IgM típusú antitesteket tud termelni. Ugye ez ellen lehet védekezni, sapka, kesztyű, sáv, hát mondjuk sár, tehát nyilván nem a nyakat fog érinteni, de hogy sapka, kesztyű, zokni, ilyesmi, ennek a védekezésben ennek fontos szerepe van, és fizikailag is meg tudjuk magunkat védeni ez ellen, illetve a betegnek tudjuk mondani, hogy így tud védekezni ez ellen. Fontos kiemelni, hogy a hideg típusú antitest az nem egyenlő a krioglobulinémiával, ugye hasonló a neve, krió, tehát valami hideggel kapcsolatban. Jó, tehát autoimmun hemolitikus anémia, két fajtáját megbeszéltük két példával, aztán policitémia, ugye a policitémia, nyilván a policitémia rubra vérában, tehát egy mielinoproliferatív betegség egyik fajtájában is, nyilván ott is van, de az nem paraneoplázia. Paraneoplázia viszont a von Hippel-Lindau szindróma szerveiben, ezt így a legegyszerűbb megjegyezni, mik ezek? Ugye a vese az egyik ilyen szerv, ami a von Hippel-Lindau szindrómában részt vehet, a mellékvese az egyik ilyen szerv, illetve a hemangioblasztómák a másik ilyen szerv, ugye cerebelláris hemangioblasztóma például, vagy szemben létrejövő retinális elváltozások. Ezek így érdemes megjegyezni, hogy a von Hippel-Lindau szindrómával policitémia társulhat. Ugye itt a HIF-1-alfa kaszkád, amit már megbeszéltünk, a feokromocitómánál ennek az aktiválódása van, illetve ez károsodott, és ezért lesz policitémia. Jó, ezen kívül a von Hippel-Lindau kívül még hepatómában. A hepatóma, arról ugye tudni kell, hogy az egy fetális, tehát fetális korban az eritropoézisnek volt a színhelye, hogyha megbolondul a szervezet, tumor lesz éppen, mondjuk hepatóma miatt, akkor ugye atavisztikusan újra elkezdheti mondjuk az EPO-t gyártani a máj.
Jó, timóma legutolsó, hogy az pure red cell apláziát tud okozni, tehát a vörös vértesteknek az izolált csökkenését, izolált anémiáját tudja okozni. Timóma, aztán még tud ugye Guillain-Barré szindrómát okozni, tud Good szindrómát okozni, illetve enkefalitiszt tud okozni. Ezt meg fogjuk beszélni a neurós részen is. Ugye timómának az eltávolítása az a Guillain-Barré szindrómában egy ilyen lehetőség a terápiára, ezt így is érdemes összekötni vagy megegyezni. A Good szindróma az itt végül is fontos, hiszen az a hipogamma globulinémiát jelenti, a Good szindróma. A PRC-t azt ugye megbeszéltük, a limbikus enkefalitiszről pedig lesz szó a következő videóban. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani ezekről a tünetekről, illetve a paraneoplázia szindrómán, és akkor lépjünk most tovább.